mindenki, aki ide tartozik. A lelkek ide. Jaj, bocsánat. Hali hosszia. István, légy szíves, nem tudom, akartok-e csatlakozni, vagy nem. Aztán meg az lesz, hogyha nem tudjátok, hogy miről szól. Tehát ami a lényeg, itt ugye azért vagyunk, mert a legfőbb ügyészség van itt, majd mindjárt elmondjuk Bönfibe is, tehát itt egy rövid felszólalást fogok tenni az ügyben, hogy nem tesznek semmit, amit kellene tenni, köztörvényes bűnözők fosztogatják az országot, és amikor feljelentést teszünk, akkor nem csinálnak semmit. Utána elmegyünk gyalogosan a járdán a nyugati térre, ott az OTP bankba fogunk bemenni, és kérdéseket vagy kívánok feltenni, mint magyar állampolgár, tehát azt nem kampányrendezvényt csinálunk bent, hanem kíváncsi vagyok rá, hogy az OTP hitelekkel kapcsolatban mi a véleményük. Kinek van OTP-s hitele? Közülünk? Pont nincs OTP-s hitele senkinek? Ez nem olyan jó, de nem baj, azért általánosságban megkérdezzük ezeket, mert van jó néhány ember, akinek van OTP-s hitele. Meglátjuk, hogy beengednek-e vagy nem. Ha nem engednek be, akkor meg fogjuk kérdezni, miért nem. Tehát, hogy mégis mi az oka annak, hogy nem engednek be. Ha pedig beengednek, akkor hitelügyintézőt fogunk kérni, akinek mindannyian kérdéseket fogunk feltenni. Valószínűleg nem tiltatják be, hogy hányan megyünk be, mert ugye nincs erre valószínűleg törvény, hogy hány ember kérdezhet. És hogyha én a barátaimmal beszeretnék menni, mert ugye mindenkinek van egy jó ötlete, akkor megkérdezzük. Ha nem engednek be, akkor pedig sorba állunk az OTP-nél, és várunk arra, hogy majd mikor juthatunk be, és ezzel fogunk egy kicsit ott tenni. Majd amikor befejeztük, akkor leplakátoljuk az OTP-t. Azt kell tudnotok, hogy ugye mivel ez nem gyülekezési törvény, hanem kampányrendezvény, ugye az összefogáspárt rendezvénye, ezért mindenki egyénileg felel, tehát a rendőrség valószínűleg mindenkit igazoltatni fog megint a végén. Ha az OTP-nek kártérítési igénye lesz, akkor azt nyilván meg kell tennünk. Ugye azt már lezsíroztuk, hogy nem szabálysértést, mert véleménynyilvánítási szabadságunk az erősebb jog, mint hogy a banknak az, hogy ne legyen ráplakátolva oda. Polgári peres úton, ha kára van, akkor a kárt kell bizonyítani, és a kárt megtérítését követelheti, amit természetesen, ha oda jutunk, akkor meg fogjuk fizetni. Van néhány plakát és ragasztó, ugye cellux-szal fogjuk felragasztani továbbra is. Ha még mindig lesz kedvünk, akkor van még egy dolgunk a nyugati téren, MKB Bank. MKB Bankban pedig arra leszünk kíváncsiak, hogy mi a problémájuk Petőfi Sándorral, illetve a Föltámadott a tenger című verssel, hogy ez miért zavarja őket. Szintén megpróbálunk bejutni, ugyanaz, ha nem, akkor is lesz valami, ha igen, akkor is lesz valami. Azt kell megmutatnunk az embereknek, hogy teljesen mindegy, hogy kampány van, vagy nincs kampány. Amikor nem volt kampány, akkor is csesztettük a bankokat és a bíróságokat és az ügyészséget, amikor kampány van, akkor is, és a kampány után, tehát választások utánra is mindenkit arra fogunk hívni, hogy bankokat csesztessék, az az egyik leggyengébb pont ebben az ügyben. Tehát amikor ők feladják a harcot, akkor fogjuk tudni megnyerni, és a többit majd akkor itt az ügyészséggel kapcsolatban mindjárt elmondom. Jó, így mindenkinek tetszik a dolog? Tehát mindenki maga felel azért, amit csinál, nem a felelős szervező, mint gyülekezési törvénynél. Választás után pedig majd megint a felelős szervező lesz az, akit először elővesznek. Jó, akkor belekezdünk, mert hogy idő van.